20. születésnapját ünnepli az Újpest Árpád Lions Klub. Vendégem Ütő Ákos, a klub egyik alapítója, a Lions Magyarországi Szövetség egykori kormányzója, és Sali Péter, az Újpest Árpád Lions Klub mostani klubelnöke. Uraim, köszöntöm Önöket a stúdióban, és hát mivel is kezdhetném, hogy boldog születésnapot kívánom. Köszönjük szépen. Egy klub életében, azt gondolom, egy ember életében is nagy idő, de egy klub életében ez a 20 esztendő, ez elég szép. Az alapítóhoz fordulok, hogy kicsiből nőtte ki nagyjá magát, ráadásul megmaradt ez 20 évig, ez szép dolog. Hát igen, az az igazság, hogy a 20 év az sok érdekességet és sok élményt akar. Amikor megalakultunk, ugye 94. október 18-án, akkor óriási lendülettel belevágtunk, és nagyon nagy lendülettel indultunk el a segítésben itt Újpesten, mert természetesen ide kötődik a klub, és nagyban újpestiek voltak a klub tagjaink, és hát rengeteget segítettünk, és a segítés azóta is töretlen. Például a legfontosabb az a karácsonyi rendezvényünk, amit most már 21. alkalommal fogunk megtartani, ahol 400-450 gyermeknek adunk ajándékot és egy kis műsort. Alapítottunk Novotny Zoli vezetésével, úgyhogy csodálatosan működünk, sokat támogatunk, sok segítséget nyújtunk, ami erőnkből telik. Azt említette, hogy nagy lendülettel indult ez. Elnök úr, hol tart most ez a lendület? Hát szerintem a lendület az a mai helyzethez képest szerintem töretlen, és hozunk be új dolgokat is, amik korábban nem voltak az életünkbe. Ilyen a Lions Rajz pályázat, amit 4. alkalommal rendezünk, meg éppen 20-án hétfőn 5 órakor lesz a rajzpályázat megnyitója. A zsűri már tegnap vért izzadt, hogy kiválassza az elsőket, vagy a helyezetteket. És amit még megemlítenék, bár ez nyilván nem lehetett 20 évvel ezelőtt, mert akkor a Magyarországi Lions Klubok Szövetségének nem volt meg ez a lehetősége, hogy egy évvel ezelőtt egy szemszűrő eszközállományt, illetve ez szükséges járművet adott össze a Lions Klubok Szövetsége a francia és német barátainkkal, segítségével, és a városnapokon itt Újpesten 2 napig szemszűrést végeztünk a lakosság részére. Hogyha már ezt említette, akkor egy kicsit beszéljünk a Lions Klubból általában, ha már a szemszűrésről beszélt, hiszen, ha jól tudom, 1917-ben alakult Chicagóban, és pont azért, hogy az első világháborúban szemsérüléseket, szenvedőket segítse, és ez, ha jól tudom, a Lionsnek általában az egyik fő profilja maradt, nem, hogy a gyengéllátókat, látássérülteket segítse továbbra is. Természetesen ez a fő célja a Lionsnak, hogy a vakok és gyengénlátók támogatása, mert ahogy mondta, ezért alakult a Lions, egy baráti társaság, Chicagóban biztosítási ügynökök és gazdag emberek megalakították ezt, mert a bevetett fegyverek miatt rengeteg szemkárosodás volt az első világháborúban, és onnan akarták ők támogatni velük. Hála Istennek kimaradtak ebből, és hát ezért hozták létre ezt, ami azóta is töretlen. Hát most már a világon, nem tudom pontosan, de azt hiszem körülbelül, hogy hát nem is tudom, körülbelül 100 országban van a Lions, egyetlen szervezet, aki az ENSZ-nek is tagja, természetesen nem szavazó tagja, de bent van az ENSZ-ben is, és hát emiatt vagyunk bent, mert ezt észrevették, hogy ilyen óriási támogatást nyújtunk a világon. A szemszűrő busszal kapcsolatban, amikor én kormányzó voltam 2004-2005-ben, az én baráti társaságomból jött létre ez a trizsümmelás kapcsolat, ez a hármas kapcsolat a francia és német kormányzósággal, akiktől óriási anyagi támogatást kaptunk, ezért a szemszűrő buszért, tőlük kaptuk az autóbuszt is, és a különböző műszereket, aminek óriási értéke van. Egy érdekességet csak említenék, hogy a szemszűrésünk alatt 160 embert szűrtünk, ez alatt a 2 nap alatt, és az ott lévő orvosok, akik a szemészeti klinikáról, a professzor úr
küldte őket nekünk, azt mondta az egyik kedves doktornő, hogy hát nekünk, ha a klinikán ilyen műszereink lenne, csodálatos lenne. És telefonon kért segítséget orvosoktól, meg a professzor úrtól, hogy hogy kell kezelni ezeket az új gépeket. Tehát Lions tegnap, például tegnap volt a Fehérbot napja, és tegnapi nap a Nemzeti Múzeumban volt szintén egy szemszűrés, ahol hála Istennek rengetegen voltak, azon kívül amit szintén a Lions vezetett be, tandem kerékpározást vakokkal Balaton körül. Ezek is ott voltak, és ott ők is bemutatták a tudományukat, úgyhogy meg a vakvezető kutyák, azok is nagyon sokan vannak Lions kézben, segítséggel, bár ezek egy nagyon drága dolog. Mi klubunkban is volt egy ideig egy vakvezető kutya, kiképzőiskolának a tulajdonosa, de aztán lemorzsolódott. De azért bővült már ettől a projektől, vagy ettől az irányvonaltól a Lions klubok tevékenysége, tehát csak ez egy csapás, nem? A vakok is gyengéglátók. Persze. Hát ez a fő irány, ugye ez a nemzetközi szövetség, és ez a Sight First mozgalma, ez egy világra szóló mozgalom. Szemklinikák és gyógyászati eszközök, illetve intézmények fenntartása, létrehozása, támogatása. De hát ez csak egy része természetesen a jó szolgálati tevékenységnek. A gyerekek, az elesettek, az idősebbeknek a támogatása is nagyon szoros feladat. Illetve hát nyilván a helyi klubok, mindenki önálló, tehát mindenki azért igyekszik a saját területén megtalálni azokat a feladatokat, vagy azokat megkeresni, azokat a helyeket, ahol tudnak segíteni. Pont ezt akartam kérdezni, hogy én ugye 10 esztendeig volt kormányzó. Egy évig. Tízesztendeje, úgy értem. Így van. És egy évig lehet. Igen, minden beosztás igen, nálunk egy évre egy szól. Egy évre szólnak a beosztások, igen, hogy mennyire, hogy a kormányzóság, vagy a kormányzó mennyire befolyásolja ezt ebben az egy évben a különböző klubok tevékenységét. Tehát mennyire a szabad keze a kluboknak? Nem erről szól. A kormányzó, kormányzó szolgál. És a kormányzónak nem az a dolga, hogy uralkodjon. Nem is úgy értem, hanem egy összehangolásra gondoltam. Így van, koordinálni kell a dolgokat, hogy egyszerre ugyanolyan tevékenység ne történjen sok helyen, vagy pedig azt valahogy összehangolni, hogy egy helyen átlássa, lesz pontos olyan. Igen. Igen. Kapcsolatot tartson egyéb van, országok kormányzóival. Hogyne. Nem, az országban a vezetőkkel kell tartani, a kluboknak a vezetőivel kell tartani a kapcsolatot, ezért van egy kabinett, ahol a kabinetben vannak zóna régió elnökök, akik szintén tartják, és akkor van az egész társaság, aki mikor összejövünk, havonta van ilyen értekezlet, és akkor ott megbeszéljük, hogy mi történt, vagy mi történik, mik folynak, mik azok, amik a legfontosabb cselekedetek, amiket kell csinálnunk. Tehát nem vett le ez a rövid jelmondata a Lionsnek, nem? Hogy we serve. Pontosan. Tehát nincsen szolgálunk, nincsen. Így van. Ez jobban körülírva. Kikből áll össze, most nem személy szerint gondolom, hanem úgy általánosságban az Újpest Árpád Lions Club, hogy kikből állt össze ebben a 20 évben? Hát a korábbiakra az Ákos tudna beszélni. Hát legelőször az első társaság elég sokan orvosok voltak a klub tagjaink. Az első elnökünk, a Fellegi Béla volt itt, a tiszti orvosi szolgálatnak volt a vezető főorvosa, és hát az ő, és hát különböző baráti körökből jött össze. Most is jelen pillanatban regnálnak körzeti orvosok, akik Lions Group tagjai voltak itt Újpesten, és hát a polgármester úr is klubtagunk volt, a Derce Tamás. Úgyhogy nagyon, tehát egy jó baráti társaság. Tágabb a paletta, hogy milyen területekre érkezik. Így van. Manapság is? Manapság is így van. Ez, hogy van közöttünk vállalkozó, cégvezető, dolgozó, már úgy értem effektíve, tehát a cégvezetők is dolgoznak, alkalmazotti állományban lévő, bocsánat. Tehát többféle területről jövünk. Azt hiszem, hogy a leginkább azzal az hoz minket össze, hogy azért mi minden szempontból valamilyen szálon kötődünk egymáshoz. Tehát ugye van egy baráti viszony. Azokat, akik az elmúlt években hozzánk csatlakoztak, új tagjaink, azok is úgy kerültek hozzánk, hogy ismerősök, barátok, beszélgettünk velük, én, az Ákos, más, és akkor
kedvet kaptak ehhez a dologhoz, és bekerültek ebbe azt kell, hogy mondjam, hogy egy jó baráti társaságba. De pont ezért talán megérez egy pár mondatot, mert talán jobban megértjük, hogy önök például miért csatlakoztak, ugyanez volt a vonal, beszélgetés, baráti kör. Hát előbb magamról, jó, ha megengedett. Hát ez nagyon érdekes volt, én úgy kerültem 6-7 évvel ezelőtt a Lions Clubhoz, az akkori elnök a dr. Dénes Csaba, aki ma is házi orvos Újpesten. Itt volt nekünk Újpesten egy üzletünk, és akkor ott többször bejárt, beszélgettünk, máshoz jött, aztán mi elkezdtünk beszélgetni, és akkor mondta, hogy hát van itt egy Lions Club itt Újpesten, van kedvem, jöjjek le, esemény fel, kötelezettséggel nem jár, beszélgessünk. És akkor lejöttem a klubülésre, ez ugye minden harmadik héten hétfőn van, és voltak barátaim, akiket, hol tett te is itt vagy te is, tehát hogy már is volt egy kötődés, egy kapcsolódás, igen. És maga az, amit a Lions képvisel, az is nagyon tetszett, és szívhez szóló, legalábbis az én számomra, és így maradtam én, vagy lettem én Lions tag. És ide nézek a válaszért? Hát én úgy lettem Lions tag, hogy amikor elalakult ez a társaság, 93-ban kezdődött el ennek a alakítás ennek a klubnak, akkor a testvérem volt ebbe a klubba, bár alakuló a klubba, és akkor ő mondta, hogy ha van kedvem, én is jöjjek. Hát én nekem meg rettenetesen tetszett, mert ez a segítőkészség, ez bennem mindig bennem volt, és mindig próbáltam a elesetteknek segíteni, ahol lehetett, rászorulóknak támogatni. És ez nekem nagyon tetszett, és hát az embernek az empátia készsége az olyan, hogy ha van, akkor segít. Mit gondolok, mennyire jellemző ez a fajta hozzáállás a Magyarországon, mennyire elfogadóak egyáltalán az önkéntesség a segítés felé, és mennyire elfogadóak a Lions klubok felé, az emberek általában, intézmények? Hát én azt gondolom, hogy aki ismer minket, tehát hogy ez helyi szintről tudok csak beszélni, aztán persze nyilván vannak az embernek így víziói a mai magyarországi önkéntesség és egyéb kapcsán. Hogyha ismernek és meg tudjuk magunkat ismertetni, akkor van pozitív fogadókészsége ennek a dolognak. Nem könnyű, azért azt kell, hogy mondjam, tehát hogy tehát adományt, vagy hogy mondjam, tehát gyűjteni, hogy másra felhasználjuk, meg hozzáteszük a mi akár pénzbeni, akár egyéb dolgokat. Ez nem könnyű, de vannak olyan támogatóink ma is, akik 6 éve, 10 éve, 15 éve támogatnak minket, akikben föl sem merül az a kérdés, hogy nem jó helyre megy az, amit ők adnak, ez főleg ugye karácsonykor csúcsosodik ki. Az önkéntességről általában nekem az a vélemény, hogy ez egy nagyon nehéz ügy ma Magyarországon. Tehát sokat futunk, szaladunk talán feleslegesen, és egy kicsit néha meg kéne állni. Kicsit gondolkozni, és kicsit átnézni a másik oldalra, és azt is megszemlélni, és akkor lehet, hogy több indítatása lenne az embereknek. Érdekes egyébként, hogy több ilyen önkéntességről szóló beszélgetésben vettem részt mostanában, itt ezen a fórumon, főleg fiatalokról szóló ma is volt már egy ilyen egyesület, aki, tehát lényegében mindegyiknek a középpontjában az önkéntesség állt, és számomra kicsit meglepően jó tapasztalatokról számoltak be az adott vendégeim, hogy talán ez egyre inkább elfogadott, egyre inkább terjedőben van Magyarországon is, ami mondjuk, ahogy mondjuk a Lajtán túl talán kicsit elfogadottabb dolog, tehát hogy ők azt mondták, hogy pozitív irányba mennek ezek a dolgok. A Lions Club mennyire nyitott a fiatalok felé? Nagyon. Van a Lionsnak egy fiatal szervezete, a Leók, akik 17-től 33 éves korig lehetnek Leó tagok, középiskolások és egyetemisták, és ez egyre jobban gyarapodik, ez a Leó klubok Magyarországon. Jelen pillanatban pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy 8-9 klubban van olyan város, vidéki városban, ahol 2 klub is van, és most alakul a harmadik, ez Győr. És hát sajnos Budapest az a helyzet, hogy Budapesttel, hogy itt a Lions klubok is inkább
az anyagi nehézségek miatt inkább vegetálnak. De én azt vettem észre az előbbi témához, hogy kapcsolódjak, hogyha megszólítjuk az embereket, akkor sokkal készségesebbek. Például engem a múzeumkertben tegnap megszólított egy fiatal fiú, egyetemista volt, és azt mondta, hogy ne haragudjak, hogy megszólít, de mi ez? És mi az, hogy Lions? És azt mondja, és ide hogy lehetne bekerülni? Hát nagyon jó, mondom, itt van a kormányzó, itt vannak fiatalok, jöjjön el, elkísérem, és ott már rögtön is megkapja a következő lépést, hogy hogy lehet ide közénk bekerülni. De vannak kritériumok egyébként? Bekerülés szempontjából? Hát nincsenek különösebb kritériumok, ugye úgy szól a regula, hogy ahhoz, hogy valaki Lions Club tag legyen egy adott klubba, ahhoz két ajánló kell. Ez mindenképpen alapvetés, és akkor hát nyilván, és hát ugye ott kell lenni mindig, meg részt kell venni, aktívnak kell lenni a klub életben. Ez ugye mindenkinek jó, tehát jó a klubnak, nyilván jó annak, aki ezt csinálja, hanem akkor ez ugye nyilván ilyen széthúzást vagy egyébként jelent, ami meg nem jó. Tehát. A klubtagoknak el kell fogadni azt, aki közé persze, akar kerülni, persze. És az illetőnek is el kell fogadni azt a társaságot, akibe bekerül. Az Újpest Árpád Lions Club áll olyan biztos alapokon, hogy még a 30 éves születésnapkor is, ha nem is itt, de esetleg az utódaink itt beszélgetnek, vagy nem is velünk? Hát azt gondolom, hogy ha itt 20 évig sikerült fenntartani a klub életet, illetve itt Újpesten működni, akkor ez jó alapot ad arra, hogy még 10 évig, vagy talán még tovább is tudjuk ezt csinálni. Hát. Minél több új taggal és megszólítva azokat, akik szeretnének ebben részt venni. Zárásként mi várható ezen a születésnapi ünnepségen, szombaton? Hát egy kis megemlékezés az elmúlt 20 évről, amiben egyrészt az Ákosra támaszkodunk, meg az alapító kormányzónkra. Részt vesz a klubülésen a polgármester úr, a Lions klubok kormányzója megtiszteli jelenlétével az ünnepi klubülést, vagy azt az ünnepséget, illetve itt lesz a finn testvérklubunknak 6 tagja, akik szintén nagy örömmel jöttek erre. Jánoki Márió fog zongorázni, ez egy vak fiatalember, aki a Lions Klubok Magyarországi Szövetsége anyagilag is támogat. Egy nagyon jó művészi vénával megáldott fiatalember, több díjat nyert már, zongorista. És akkor utána lesz egy kis állófogadás, egy kis szabad beszélgetés, kis vidámság, egy kis tombola, amivel a jó szolgálati munkánkat egy kicsit alátámasztjuk, illetve a karácsonyi műsorunkra már előre készülünk. Uraim, hát akkor igen, Palacsony? Még bocsánat, de itt lesznek, remélem, hogy azok a tagok, akik voltak köztünk, a régieket meghívtuk, és szeretnénk, ha ők is, hát a kedvet kapnak, és visszajönnek közénk, mert hát érzelmileg egy veszteség az, amikor valaki kilép, mert sok segítséget nyújtott eddig nekünk. Hát reméljük a legjobbakat, hogy továbbra is maradunk, és a 30. születésnapunkon is itt tudunk beszélgetni. Én is ezt kívánom önöknek, meg természetesen szép ünneplést, méltó ünneplést, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Mi köszönjük szépen a lehetőséget.